Komoly vita volt ma Strasbourgban az uniós évértékelőn, és utána a magyar jogállamisági vita is nagyon megmozgatta a kedélyeket, pro és kontra természetesen. Kapcsoljuk Zöldhegyi Katalint, a Hír TV brüsszeli tudósítóját. Szervusz, Kati! Szervusz, jó estét kívánok! Az első kérdés az az ársapkára vonatkozik. Úgy tűnt, hogy Brüsszel lemondott a földgázra vonatkozó ársapka ötletéről. Von der Leyen bizottsági elnök mégis szóba hozta ezt ismét. Mi lehet ennek az oka? Tulajdonképpen szerintem az arcvesztés elkerülése, hiszen a múlt héten, amikor bejelentette az 5 pontos javaslat csomagjában, akkor napokon belül 9 tagállam jelezte, hogy nem támogatja az orosz földgázra vonatkozó ársapkát. Most tulajdonképpen csak annyit mondott, hogy a földgáz árának csökkentésére, illetve ennek a csökkentésnek a kidolgozására majd egy szakértői csoport áll fel, de ebbe tulajdonképpen minden import földgáz beletartozik. Hosszan beszélt egyébként energia kérdésekről, azt mondta, hogy le kell válni az orosz fosszilis energiákról, és a jövőt az algériai, az amerikai, illetve a norvégiai energiahordozókban jelölte meg. Azt is mondta, hogy tulajdonképpen energia kérdésekben nagyon fontos az, hogy a extra profitot termelő villamosenergia cégeket megadóztassák, ezzel az Európai Unió 140 milliárd eurós bevételre tud szertenni. Szimbolikus volt és gesztus értékű, hogy Ursula von der Leyen az ukrán nemzeti zászló színeibe öltözött, csak úgy, mint minden női uniós biztos, ilyen kék-sárga kosztümöt vett fel. Hosszasan beszélt Ukrajnáról is, és azt mondta, hogy az uniós szankciók következtében az orosz ipar és a bankszektor megrogyott, és azt mondta, hogy biztosítani kívánja Ukrajna számára az unió egységes piacához való zökkenőmentes hozzáférést is. A másik fő kérdés az a magyar jogállamisági vita volt. Itt azért nagyon kemény, sokszor személyeskedő kijelentések is elhangzottak, ugye nagyon éresen kritizálták Magyarországot, és hát sok kérdésben kritizálták részben a jogrendet, részben pedig a törvénykezést. Milyen vélemények, milyen reakciók érkeztek erre? Tulajdonképpen a baloldali képviselők megismételték azokat a régi vádakat, mely szerint Magyarországon rendszert szintű a korrupció, nagyon magas az egyszemélyes közbeszerzések aránya, szabálytalan az uniós pénzek felhasználása, aggályosnak találták az igazságszolgáltatás és a média függetlenségét, azzal vádolták a magyar kormányt, hogy nem biztosítja a kisebbségek, illetve az LMBTQ közösségek jogait. Megjelent egy új szín is, a női szabadság megsértésével vádolták Magyarországot az abortusz törvény módosítása miatt. Általában rendkívül kritikus német zöldpárti Daniel Freund például azt mondta, hogy Magyarországon állami terror van, míg a Momentumos Cseh Katalin azt mondta, hogy Magyarország nem teljes értékű demokrácia. Zöldhegyi Katalin, köszönjük szépen a tudósítást! Ezt a témát folytatjuk Juhász Hajnalkával, a KDNP országgyűlési képviselőjével. Jó estét kívánok, köszöntöm Önt a stúdióban. Végighallgattuk ezt a beszédet, amit Ursula von der Leyen mondott. Itt volt az egyik kulcsüzenet az volt, hogy az orosz ipar térdre rogyott, a szankciók folytatódnak, és Ukrajnát minden erővel támogatni fogja az Európai Unió. Mit szól ehhez? Az első mondat, amit ezzel kapcsolatban mondanék, hogy a szankciók Európát szegényebbé, Oroszországot pedig gazdagabbá tették, és a beszédében érdekes volt, hogy pont ennek a bizonygatásával kezdett. Egyébként azt tudnunk kell, hogy a lisszaboni szerződés óta ez egy most már egy rendszer, hogy minden évben évértékelőt tart a bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a ciklusának a felénél tart, és személy szerint vártam volna olyan reform elképzeléseket, novumokat, amely valós választ ad arra, hogy hogyan lesz Európa gazdasági szuverenitása erősebb, hogyan tudjuk a versenyképességet növelni, mert elhangzott a részéről az, hogy bátornak kell lenni. És ebben a bátorságban nem hangzott el olyan konkrétum, ami a szankciókkal szemben hatékony megoldást jelentene az árnövekedésre és az inflációkra. Hiszen tudjuk, hogy szankciók nélkül mind az infláció, mind az árak a felére csökkennének. És ha
Pozitívumot akarok viszont, mert az is elhangzott, egyetlen olyan dolog van, ami az egész beszédét meghatározta, a délutáni európai parlamenti vitával ellentétben ő törekedett arra, hogy az unió egységét hangsúlyozza, a tagállamok egységét és az összefogás jelentőségét és az ukrajna melletti. Azért, mert az európai parlamenti vita, amit most a balliberális erők kezdeményeztek, ez olyan energiákat csoportosít el, amely Koholt jelentéseket készít, ahelyett, hogy egy konstruktív jövőt teremtene az Európai Unió számára, és valódi egységre kéne törekedni. A mai napon, a délutáni vitában, a délelőtti éves jelentéshez képest nem valós tények hangzottak el Magyarországról újfent, és nem azzal foglalkoznak az európai parlamenti, a baloldali európai parlamenti képviselők, hogy valós válaszokat kapjanak a polgárok, hogy mi lesz a háborús inflációval, mi lesz az áremelkedéssel, hanem nem tudják elfogadni hazánk kétharmados győzelmét. Ez egyik legszomorúbb dolog. Igen, azért is furcsa, hogy von der Leyen ugye ironizálni próbált az energiaárak kapcsán, és azt mondta, hogy Moszkvának kell benyújtani a számlát, mert hogy ugye Putyin tehet mindenről, de azt is mondta, hogy Putyin el fog bukni, Ukrajna és Európa pedig felemelkedik. A jelenlegi helyzetben ez nagyon erős optimizmust jelent az ő szájából. Indokolja ezt valamilyen szerint? Én nem éreztem ebben a jelentésben olyan irányvonalakat, ami pluszt ad ahhoz, hogy hogyan láboljunk ki ebből a válságból. A rezsicsökkentés, ami a hazai vívmányunk, ebben a gondolkodásmódban nem jelenik meg. Egy dolog, ami talán szintén megemlíthető, az a kis és középvállalkozások vonatkozásában egy tehercsökkentést vetít előre a bizottság, de hozzá kell tennem, hogy ezek tervek. És az is egy negatívum volt egyébként az éves jelentésében, hogy mint a szankciókat, mint a Covid-ra való reagálás tekintetében egy nagyon sikeres bizottsági évet, két évet kívánt Ursula von der Leyen a jelentésében most előrevetíteni. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább szükség lett volna a valódi bátorságra, és arról kellett volna beszélni, hogy az Európai Uniónak milyen reformokra van szüksége annak érdekében, hogy hatékonyan tudjon reagálni az ilyen jellegű kihívásokra. Igen, de valószínűleg most pont ebben a háborús helyzetben ő nem a reformokra akar koncentrálni, minden, úgy tűnik minden erejét és energiáját Ukrajna köti le, és minden támogatást megad nekik, ugye arról biztosítja Ukrajnát, hogy mindenben segít, az újjáépítésben, a fegyverkezésben, a háborús kiadásokban is. Miből lesz erre pénz az unió? Na, ez a nagyon nagy kérdés, mert abban nem volt egy konstruktív kommunikáció, hogy hogyan fog megtörténni a 27 tagállamnak a gazdasági erősödése. Ez Ukrajnának is érdeke, hogy egy olyan Európai Unióba kerüljön be, amely gazdaságilag erős, amely képes az ilyen kihívásokra reagálni, és ugye felvetette a megújuló energiák kérdéskörét is, itt sem mondott igazából újat, napenergia, szélerőművek, gyakorlatilag a hidrogén kérdését is felhozta, valamint, ami még egy érdekes része volt az elemzésnek, az a Kínából szemben elősüldő úgynevezett európai politikai közösségnek a megteremtése és a létrehozása, de én nagyon hiányoltam azokat a lépéseket, amit például a magyar kormány a rezsicsökkentés érdekében megtett. És annyit hagyd mondjak el, hogy nagyon fontos lenne az elkövetkezendő időszakban, hogyha a bizottság nem engedni azt a fajta nyomásgyakorlást, amit az Európai Parlament most tesz. Mert egy konstruktív párbeszéd zajlik hazánkkal az uniós források vonatkozásában, és a mai délutáni vita a balliberális erőkről erről a nyomásgyakorlásról szólt. Mert egyet hagyd tegyek hozzá, hogy sem a Tavares, sem a Sargentini jelentés, sem a Corfin jelentés nem tudja és nem is szabad elérnie azt a célt, hogy nyomást gyakoroljon sem a tanácsra, sem a bizottságra. Pedig úgy tűnik, hogy ez a cél, hiszen hogyha meghallgattuk, vagy végigolvastuk ezeket a kijelentéseket, egészen elképesztő jelzőkkel illették Magyarországot, a magyar kormányt, a magyar demokráciát, a jogállamiságot, tehát voltak éppen egy diktatúrának, egy félig meddig diktatúrának festették le Magyarországot, ahol megszűnt a demokrácia, és egyfajta önkényuralmi vagy parancsuralmi rendszer uralkodik. Teljes mértékben nélkülözte a tényeket, és Corfield, amikor a jelentéstevő képviselő, amikor bevezette a jelentést, egyetlen egy mondatával értek egyet, azt mondta, hogy ez az ő intellektusukat tükrözi. Sajnos azt kell mondanom, hogy igen, az ő intellektusukat tükrözi. Ez a Sargentini jelentésnek egy
utókövetése, és ez azért zajlik, hogy olvassunk a sorok között, mert 2018 óta a tanács a meghallgatáson kívül nem volt hajlandó abba az irányba lépni, hogy Magyarország ellen konkrétan a második szakaszba helyezze az ügyet, tehát gyakorlatilag sem szankció, sem a szavazati jog felfüggesztése nincs napirenden. És ez a balliberális erőknek a sikertelensége, és egyben a szégyene azoknak a politikusoknak, akik ilyen háborús helyzetben erre vesztegetik az energiát, és sok esetben egyébként a mai délutáni vitán visszautasították az úgynevezett blue cardot, tehát nem lehetett tőlük kérdezni, és ha sikerült is, akkor a konkrét kérdésekre nem tudtak választ adni. Ez mindent elmond. Igen, de ugye az a fő probléma ezzel, hogy ugye döntés lesz holnap a jogállamisági kérdésben. Nyilván ez az uniós források kérdését is befolyásolja, és hiába próbál a magyar kormány konstruktív tárgyalásokat folytatni mondjuk a tanács tagjaival, vagy a bizottságon belül, hogyha az Európai Parlament voltak éppen egy olyan erős nyomásgyakorlást gyakorol a különböző politikusokra, vagy lobbistákra, ami teljesen lehetetlenné teszi az érdemi párbeszédet. Tehát pont itt bukik meg, legalábbis szerintem pont itt bukik meg ez a fajta konstruktivitás, amit ön is említ. Szerintem pedig pont ez igazolhatja vissza azt Ursula von der Leyennek, hogy valóban egységben gondolkozik, vagy nem egységben gondolkozik, hogyha a bizottság nyomásgyakorlást enged a parlament részéről, az nem egy egységben való gondolkodás. Holnap ugye szavazás lesz a jelentésről, valószínűleg, mivel többségben vannak a balliberális erők, meg fogják szavazni a jelentést, de ami fontos, hogy ez azért történik, mert a kondicionalitási mechanizmus, a jogállamisági kérdéskör az a bizottság és a tagállam tárgyalása egymás között. Oda az Európai Parlamentnek semmilyen jellegű eljárási beleszólása nincsen. Ezért zajlik a mai nap, ezért történik ez a rendkívül sok koholt vád, és én azt gondolom, hogy ez jellemzi az Európai Parlamentnek az elmúlt időszakban a gondolkodásmódját, és a hazai, és azt kell mondanom, hogy a hazai baloldali európai parlamenti képviselőink pedig szégyeljék magukat, mert egy ilyen helyzetben, gazdasági helyzetben, energiabiztonsági kérdések közepette 60 másodpercet arra használni, hogy abból 59,99-et a saját hazájukat szígyek, azt gondolom az a legnagyobb szégyen, amit egy képviselő a hazájával szemben elkövethet. Kérdés, hogy Újhely István mondjuk meghallja majd ezt a kritikát. Jó, ez Hajnalka, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.